Hello, stop! Ti valami hengerek? Elmondom, mi újság van, geci. Meglehetősen korán jelentkezek. Bár sokkal hamarabb elkezdtük volna a felvételt, apám, de olyan fogalom van a telefonon nálunk, bazdmeg, hogy már a harmadik szépen beszélek. Jó, nem csak a másodikkal. Ülök le, az nagy lelki nyugalommal faszom, reggel anyám húzza a csíkot a izébe a buzotérre, hogy vegyem valami kaját, fatalom, eltakarodott a gecibe vélt a telekre, a faszomba se fog hiányozni soha az életében, biztos jön, akkor sem hiányozna, geci. Kedvesok. Azt akkor mi van, az, hogy leülök nagy nyugodtan, egy kicsit gépezünk már, van egy kis időm, anyám, ha elment, azt van egy fél óra durván, csak ott a telefon leülök be, az nem tudom, megyom a gombot, faszom, olyan szinten nem volt annyi időm. Jó, kimegyek, egyszer, hogy beszélek, Steinernél volt, de még nagy fasz voltam, mert mutat gombot nyomtam, ezt még hallottam, hát ha beleszól, akkor meg tudom ki az, tudod. Amúgy lehet, hogy a jövő, azt mondom, nem akarok gecizni, mert megvesz, jönni fog ma, jó, akkor elengedem. Haló? Szerinted, nem igaz, geci, Steinerné, aki fél óráig beszélgetsz a telefon. Hát ezt nem, ezt mondom, bebuktam, baszod. Elkezdtem neki szövegelni, faszom. Bazzik elmondta, bazzik 65-ször, faszom, hogy anyámnak névnapja lesz meg, hogy boldog névnapot kíván meg, hogy jönnek a vendégeknál a pestegezi, 10 órakor jönnek, 11-kor mennek, meg így geci. 6-szor geci elmondta meg, hogy hol megyünk a izébe, mi van velem, megyünk a rakacára, mondom. Jaj, igen, rakac, az is úgy hogy a Feri bácsi, annak így szegény, szegény Feri bácsi, amikor még jött, akkor még ott csónakáztak, a naplementét nézték, hogy hívják azt a kis csajt? Kis csajtod, Alias 45 éves. De meg nem mondom már. Aliz, na! Alex akartam mondani. Aliz. Meg, hogy izé van, meg, hogy még Jocó, új papám esztik el, nem is mondom tovább a dolgokat, mert ez már tőlem magán ügyeci. De lényeg mondom azt, csak épp mondta neki, régi szép idők. Jó, bizony, régi, jó, milyen jó is volt, még hát tudom, amit ismerem egyébként, hogy mi újság van náluk, úgyhogy nagyon szép az egész, azt kell mondjam, hogy az egész állapot, apám tőlem megdöbbentő, úgyhogy nem is mondom, mert ez már ijesztő kategória, ami náluk megy. Na, elmondom, mi újság van, ti valami hengerek, tegnap nem volt jelentkezés, mert nem volt rá lehetőség. Olyan, azért nem volt lehetőség, elmondom mindenkinek, mert fatalom itt rohadt. Anyám is, és ilyenkor fejtecseny nem lehet. Itt csinálják sokan az, úgyhogy szerintem 10 óra körül itthon lesz. Mert emlékszem, annak idén elment anyám keménykedni a izébe. Mert meg azt nem is mondom, hogy jövőségét hívott, hogy majd jönni fog majd ma. Tölteni faszom, mert lemerül az a geci láda. Az pont abban a másodpercben hívott, hogy csak letettem a telefont. Ilyen, ez is második telefon, geci, nem kemény mondom, miatt tököm kis fogalomban. Lényeg az, hogy emlékszem, hogy nem könnyen elment annak idén izébe, piacra, és én csináltam múlt évben a kazetta rögzítést, akkor emlékszem egyébként rá arra, hogy ilyen fél tíz kommente, azt ilyen, hát fél tizenegy körül jött haza. Tehát azért mondom, hogy nagyjából egy kis időm még van. Na, játék töltése. Ez a lényeg. Szerjük majd idefelé, hogy lehessen látni, hogy működik-e az a buró mikrofon, mert ez olyan egy szar, bazd meg, hogy nem igaz. Fél ötödik. Öt. Na bazd meg, elmondom, jó újság van, vízikerekek országának lakóit segbe teszem, nagy örömmel, geci, elmondom mindenkinek, vény nélkül felírom a saját anyagomat neki, örök anyagomat apám bele, fröcskölöm apám, ahhoz kell a geci, amely nyílásba. De elmondom, hogy mi újság van. Hát kérem tisztelettel, ugye, hát a múltkor ugye itt egy kis problémát vértünk felfedezni, a Glenn Garrison, vagy nem tudom mi a faszom anyja lyukának a eres pöcsének, öcsém a nem tudom én milyen mirigyének, a nem tudom én milyen anyanyegyének, a szemölcsének a buzgárát kinyomogattuk ott. Lényeg mondom az, hogy itt ami probléma, az nagyjából úgy néz ki, hogy nem tudunk ide jönni, pedig ide kell mennünk, itt az asszony. Szerintem itt ebben a izében itt kúrogatják, vagy nem tudom mit csinál, molesztálják bazdmeg ott. Fajtalankodnak vele, vagy valami. Lényeg mondom az, hogy itt van egyébként fél, aki szemmel tartja a környéket, figyelsz, ott kijön veszem. Lényeg mondom az, hogy hát nagyjából egyébként ilyen szituációra futja, nem tudunk bemenni ebbe, azért ezt átírtak volna a Grand Garrisonnak, ugye ez a helyőrség, ugye, az a Garrison. Tehát ebből a szempontból nem lepődtünk meg, csak azon lepődtünk meg, hogy elengedtük fülünk mellett azt, hogy nem szabad bemennünk ide, mert különben gondok lesznek. Szóval szaltam be, lemegyek be, azt készen, nem vonatkozik a szabály. Általában mit szoktam egyébként hozzá a dolgok, azért vagyok úgy, ahogy vagyok. Állok úgy, bazd meg. Már nem itt lennék, letartanám a szabályokat. De lényeg mondom azt, hogy mi újság van. Amit tudunk, itt van egy türkíz csereg. Na most ugye felvetődik a kérdés, ugye, hogyha nekünk ide kell jönnünk, ugye, akkor azért vettük le a különböző pirosokat, meg kékeket, mert ők tulajdonképpen utunkba álltak. Na most innentől kezdve a világot nem tudom, türkizeket nem tudom, minek kell levernünk, ugye, ide kell mennünk csak. Na most ugye, tulajdonképpen, ugye, hogy ezen a részen mi van itt, az egy nagy kérdés, nagy talány. Az is mindenképpen megfogalmazható mindenki fejében az a kérdés, hogy mi az eres faszomnak van itt egy ilyen hatalmas hadsereg. Ez ugye, ha jól emlékszem, még a tegnap előtti napról, ugye volt benne vagy 32 behemót, volt legalább ugyanannyi ilyen viharmadár, meg volt még vagy
körülbelül megint ugyannyi klüklapsz. Tehát megdöbbentő egyébként az, hogy ez egységek miért állnak ilyen sokan itt. Ha valaki megnézi gyakorlatilag, hogy szinte semmi nincs, egy kis sziget. De most ebbe azt mondhatná valaki, hogy mi van akkor, ha hátba támadnánk esetleg ezt a jó népet, nem? Lehet, hogy van valamiféle átjáró. És akkor innen lehet körbe menni. Ugye hátba támadva ugye az ellenséget. És akkor lehet esetleg, hogy azért ide menni, mert körbe nem lehet sok érte mennek. Tehát mindenképp meglepő. Vagy pedig hogyan tudnánk itt átjönni, ugye, mert nem igazán van erre lehetőség, itt fenn nem túl menni az egyértelmű. A másik meg esetleg ugye az, hogy lehet, hogy valamit esetleg itt el van rejtve, itt egy olyan másik kunyhó, amit teljesítve esetleg itt lebontanának valami falat, mert a játékban egyébként ez előfordulhat a Heroes 4-ben, hogy az így fogják azt, akkor a fa itt volt, terap, holnap már nincs itt a fa, mert lebontották. Tehát ez egyik ilyen dinamikus térképrendés egyébként befigyel a játékban, tehát ilyet egyébként csinál, a Heroes 4-től kezdve egyébként ilyen már van, úgyhogy utoljára is aztán. És lehet esetleg, hogy elég fújt ez a kivaj, hogy itt nincs ilyen se víz, se szikla, semmi, ez inkább lehet egyébként látni, inkább itt eltűnhet valami. Azt meg lehet esetleg azt, hogy innen kell beszerezni azt az artifaktot esetleg, amit betéve abba a kunyhóba, ami esetleg ezen a részen van, lebontódna ez a fal. Tehát érted? Lehetséges, hogy valahogy így van megcsinálni, hogy akkor ha nem menne, akkor itt formozta kujt, és el sem jövök idáig. Na jó, elmondom mi újság, van az okfejtés után most már ide kezdünk apám dolgozni. Jó, ezt levelet ugye viszont múltkor Lizarden úrral, ugye aztán befejeztük, hogy nem jöttek haza, úgyhogy keményként tovább bocsim ezzel, figyeld. 400 aranyunk van. 400 arany és 4 kristály, szkidálság, 2 angyal, Arias, csak úgy szólok. 500, 1500 TP. TP-ünk tapasztalati pont, csak úgy mondom, akinek nem tudnám, miről beszélünk. 3 drága kő. Több majd holnap. Ornin, nézzük mi van. Lizarden úrban van egy csomó minden, igen, van egy csomó pénzünk, jó. Orrinnal, hát neki mehetnénk egyébként ennek a geci faszom anyja picsájának, hát nem tudom, megmondom, hogy ezt neki tudnánk emelni, apám, ennek nagyon erősek ezek. Azért a 30 izé, jó volt, partot tud varázsolni, azt nem kétlem, de hát nem tudom, na, lényeg mondom, az nem tudom, hogy jó illúzió lenne geci jó. Itt ez át kell törni, apám, Orrinékkal, hú, apám, azért ez nem vicc kategória, de tényleg. Elmentem itt, ezt nem ízünk. Hát megmondom, geci, őszintén gondjaink vannak, ez egy rohadt nagy hadsereg. De hiába várunk, még csak erősebbek lesznek. Jó, hát akkor menjünk neki, az kész. Tjú, bazd meg. Fél, van valami ház, fél lent. Az sem tudom, hogy Garisz van lenne, nem? Néz ki ilyen hegyes. Tjú, anyám. Ami szerencsé, szét van legalább bontva. Nem egybe van kötekbe, tudod, 30, hanem 16-16, 15-16. Belmódból 26 van viharmadárban egy kötekben. 8-9-9, ez nem is annyira vízeségként külön magába. Viszont ne felejtsük azért már el azt, hogy a hadsereg meglehetősen szar. Hát nézzétek már mi újság van, 72 van apám, 72. 72 ilyen csatlósunk van, 25 lándzsás, 51 számszerias, 18 szeretes, 3 arkangyal, sima angyal, projektó mindig alacsony szinten, pedig aztán szintet lépni kemény apám. Orrin meg semmit nem tud nézni apám. Pontosság, vakítóföldi küvegcse, lassító elzsatként működik. Fél repülés képes, hogy elveszti apám az át a szar. Ezt neked találtak ki, te motok. Ajaj, megmond. Figyelj, szar egyébként, figyeld. Egy repülő célsereget megfosz természet adta képességétől, a repüléstől. Valamint sebességét is majd fejleti. Na, ez nagyon királyság, ez jó ötlet volt, azt kell mondjam. Tjő, apám, esélyem lenne neki mennék apám. 32 csatlós, a 72 csatlóssal. Álljunk meg mellette csak, hogy ez... Elmondom mi a lőket, a lényeg egyébként, amit itt nyomatunk. Az a lényeg az egésznek, hogy valamilyen fegy, ha ráütnék, akkor visszaütni és meghalnánk. Így viszont még ütés még van, és akkor valaki ahelyett, hogy még poetot csapná agyon, erre pazarolja a lövését. Figyelj, csim, ez geci! Semmi nem ment le. Hát ezért, már ezt megmondta, ez ilyen lesz. Egyébként nézzük már, mi újság van. Ereje, beemótnak, 240 HP-ja van. Fél angyalnak, 230. Hoppá, negatív hátrány. Figyelj, ütőerő, 55-80. Fél angyal, 40-65. Ez cumu. Figyeld, fizikai erő. Figyeld, közelharci ütés, sebezés, apám. 36. Neki 45. Nem már jó a szénán, azt érzi mindenki. Figyeld, 34 a védekezés. Angyalnak 41. Na, ebből jobban fogunk. Látja mindenki, mi újság van, egy szopás. Gondolj be, 16 angyal, meg 15 angyal, ez még 3 van csak. És ez a legerősebb lény. És akkor még hova a viharmadár? Figyeld. 28-40, mondtam gyengébb, de azért amennyivel több van benne, geci. 38-as, figyeld. Támadása 30-as, angyalnak, geci, 30-as, még ebből is gyengébb az angyal, geci, még ennél is gyengébb, faszom. Na, úgyhogy szép kilátások vannak, ha itt mondhatok.
Metodben az egészben semmi faszom, aztán tudjuk könyvelni. Hú, az meg, a kurva anyja. Ezek rohadt erősek faszom, figyelj ezt a szurka faszt. Gyere, motok. Dizs. Egy lemen siker, élmény. Azt figyelj, lesz apám, hát, ma ízni, és ez köszönet. Puf, 50 lement. Fú, apám, Elmondom, mi újság van. Hát ezek elengedsz, sem, ez az erő. Tehát ez a szívás, hogy legalább valami káosz lenne, vagy halálrendű, nem azt akkor halálhárító. Semmi. Nem tudok apám a védekezni, egyszerűen nincs apám előnök védelem. Mert van bazeg, rendhárító nem jó. Halálhárító nem jó. Káoszhárító nem jó. Meglepődtünk. Temszthárító, nehogy már véletlenül. Halálhárító, semmi. Védelmező, szent kiáltás, ezt feldokozott a segedbe bazd meg, amik belemegy. Ördögős igéje, nem lesz szükség, mert nem fog apám ilyen kárt ártékokat, az agyon ült apám, nem fog itt izé, akrobodabb rázni, geci, faszom gyűri ki. Hát elmondom, mi újság van, esetleg, amit tehetnénk, tudom, milyen tudsz, apám? Békedal igéje. Na, azt értékelném. Tudom, mi a szívás? Nincs benne fagyi, nincs fagyi. Nincs benne fagyasztás, lassítás, nincs vakítás, forgetful ezt oda, adni az feledékenység, akkor nincs benne gyávaság. Egy csomó jó minden van apám a rendmágiába. Ez a kurva pecér retkes faszom anyja, nagy makkos geci, semmit nem tud apám, nézzetek meg, fasságot apám. Semmi van, semmi nincs geci. Áldás, meg búzgalom, meg imádság. Sokat érek az egész, az imádság is rossz, hogy most magunknak élt erő, meg élt pontsebezni is 25 plusz, de... Figyelj ezt! Van gond? Jézusom, geci! Ma api van mi a hadseregünkből? Most nem azért. Figyelj, Proeto. Áldás igéje. Fú, apám, figyelj ezt, apám. Gyenge egyébként, imádság. Azt elmondom, utéké már volt az imádság, az összes életrendű sereg, ez most pont nem jön ki, életpontját és sebezését növeli még 25%-kal. Hát ez maradjon itt. Szurkájocsém. Hát ez olyan esélytelen nyugalmával nyomunk apám itt, hogy ez már szinte félelmetes. Kategó, fél hátra megkurom, ha már kikloptott. Ez jó összeg, ez a csém, puf, nem ment háromszor. Na figyelj, Erci, ezzel apám, oda mennénk apám, agyon csapnak minket apám egyből. Manna ital, elmozdítás, homály. Hát apám, ezt a csém el fogom mozdani errefele. Meg sem volt a kurva anyádat azt. Figyelj, szóval tényleg figyelj, milyen túlszúrt beálltam. Nem tudom apám elmenni fél a kikloptott apámmal, mert hátra mentem. Ezek jó, de ez nem védett minket apám meg semmitől, figyelj. Lement egy. Csű, apám! Van gond, geci. Hát ezek apám elkerülik a szánkat. Ezt megmondom úgy, hogy van, geci, őszintén ezek keresetek apám ide, mint a szarkupat fos. Figyelj, 8. Puff, lement 4. Puff, lement 1. Te jó ég, apám! Figyelj, van még 15 apám, 13. Ez nulla, bazd, ezt nem tudjuk leverni. Rám, apám, együtt is agyonüttek minket. Azonban hiába, nem ízén. Finomkodnak itt, geci. Most azt mondja esetleg, hogy most rámondom erre, hogy ez legyen mondjuk mit tudom énnek békedal, azt ez meg leüt. Olyan fog faszom én, mint a palcakat. Békedal neked, rohadjál meg. Varázsökő, 60 sebezése, geci. Rákedod, hogy század geci erre a csehában, megérezze. Nézd meg ezt. Jézusom, na ennyi angyal, tessék. Láttad? Szétcsöptek, azt ennyi volt. Puff. Hú, apám. Szalt meg 8. Figyelj, geci, ezt! Mennyei pajzs! Figyelj, ez licit, nem vagy kemény apám. Önnyikos mennyénet, figyelj már ezt! Megölöm magam, geci! Puff! Na, geci, ennyi volt apám Orinnak! Fú, atya Mária, geci! Figyeld, mennyei pajzs, a többi! Figyeld, érzed, kemény apám csávó vidéken! Figyelj, figyelj, mennyi a HP-m! 675-ös apám! Felpakok fél magamra még izét! Mondjuk! Teszek magamra még, hát, védelmezőt. Júj, apám, láttad ezt, geci, nem ezt? Ennyi. Azon esélytelen nyugalmával nyomulunk. Megpróbáltam, nem megy. Próbáltam, meghalt, pusztul fél, mindenki elhúz a csíkot, apám, letölt 10 éve a fél. Vannak apám lakmáznak a oszlodozók, tehát nem működ. Azon mondom, hogy ez ennyi. Tehát ezt tudtuk egyébként, hogy lecsak megpróbáltam, hogy lesz valami, de a seregünk erős, de nem ennyire. Itt már valami nagy kakót kell bevetni. Elmondom, mi újság van ti valami engerek. Amit csinálni kell az az, hogy össze kell szednünk mindent, ami csak van. Nem sok pénzünk van,
mert rengeteg minden tudta tovább lehet tenni kivenni innen. Figyeljék ezt. 9 bajnok, 6 szeretes apám, azért lenne apám, hogy a tejbrapítást nyomatni. Még várni kell. Nem építek semmit, igaz? Mennyit tudom van? Alig van valami nézek. Akkor várjál csak. Hogy nézünk ki ízi birodalmilag? Mindenből van az túl szar, akkor figyelj apám, milyen taktikát fog bemutatni. Jövök ide. Piac. Figyelj ezt. Mindent van pénzét ezek. 3000, 1300, 1100, összes por, 2075, összes gyémánt, 2075, összes wilding, 1494. Figyeld, van egy kis pénzünk. Hopp, figyeld. Nem jött ki egy bajnos, egy gyenge volt apám, nem, miért jött ki apám egy bajnos? Ilyen drága bajnok. Ez fura, nem? 2000 arany apám, azt mondjuk, hogy izé van. 0, 39, 4. Nem rossz egyébként, ez ugye ezt apám elküldöm ma. Ja, nincs apám, mi van? Karavánszeráj? Itt van egy ki karavánszeráj, itt is? Itt is, nagy faszoság, geci. Várjál csak. Ez az igaz? Ide jövök, de hova? Kertes be. Napfény, ott van fél fenn. Na ez lesz jó. Ezt kell, kivéve ezt, meg ezt. Figyeld, 8 számszerűjások. 40 szurkapiszka azért elmegy. 6 darab, meg 7 darab szeretes, és 3 bajnok. Jöhet. Hát nagyjából ennyi van. Nekem majd a sereget húzogatni be az erre fele, nincsen semmi értelme. Na jó, elmondom, mi újság van, geci. Hát tovább megyünk. Nem igazán tudunk mit tenni. Ilyet pont, fél szubusza volt, 3 pont növekedés. Orinnal, hát azt hagyjuk apám ki a dolgot, mert ez nem megy. Ami nem, mi azt ne erőltessük, tőle szokták ezt mondani, még hogy nem lehet apám többet elvárni, mint akitől, amit annyit bír, tudom, egy másik ilyen szinonim duma. Itt igazán nem tudom, honnan tudnánk más irányból támadni, csak egy irányból, tudjuk, hogy mindig akarom errefele. Lesz fia, apám, mit felfedezni, apám, mit sok, sok mindent lehet. Jó, fia, van még itt apám angyalunk. Jön egyébként errefele. Ezt kinek szántam egyébként az angyalt? Orinnak, vagy Izgizáden úrnak? Hát, lehet, hogy neki szánom. Jó van, jó az. Orinétnak. Ebben sok minden van, igaz? De akkor inkább ebben, mert ez... Hú, ez sok szopám, figyelj, 13 izi bajnok, meg 3, hogy is egész jóság, apám. Ide fogom hozni, apám, ezt. Kék, türkiszti, mindig apám, kék, mindig jól a levegőt. Nem sokáig. Figyeld! Most hagyjuk már ezt a kicsit, apám, mert másra szeretnék szintet lépni. Figyelj, 433 ezer, apám, tehát TP-ig van. 30.715. Ezt hagyjuk már most ki. Inkább felfedő az útra megyek. Ó, tudom enni, tudom csak engedni. Ezt nem veszem fel, ez kell. Egy sebesség. Ezt nekem kell, már van sok lötyöm. Hű, apám, figyelj, számos csoport, számos. Át kell egyszerűen mennünk, apám, ezen a hídon, bazd, ez a fasz, mert nem állja meg eddig engem a kurva anyádat azt. Rohadjál szét, te büdös geci. Figyelj ezt. Ja, ezt a mutó nyomottuk, nem? Ez nincs lement a faszom. Ezt nem értem. Ezt a mutó leveltük, nem? Vagy ha pont ilyet vettünk? Ja nem, az lent volt az izénia, annál az izénia volt. Annál a Lizadon Ulrikkal vettük ezt le, a lenti cuccosokat. Emlékszem, ezzel adtuk abban. Na, az egy pont ilyen sereg, mint a múltkor volt, figyeld. Figyeld, Lizadon, ja, ez araja. Ja igen, most más sereggel keménykedünk. Na figyelj, ezt elmondom, mi újság van. Méreg, savasfiola, jó, vakító folyadék üvegcse. Nézzük apám a fiatal, hogy választok a mi újság. Fiatal, tudom, szóval, izé, fül. Kitartás, okító fülük üvegcse. Mhm, 6 megy ott. Méreg, nem, savas fiola. Démontűz fiola. Fia, van még. Éges ital, hát ezt nem hiszem el, nincs semmi normális ital, ez mind szarbazd meg. A méreg is semmi egy faint, hajtófát se geci. Vakító földi küzdés. 3x3-as lehetem, de az a baj, ez így állandó füst. Valaki nem lép bele, akkor nem sebez, mert nem hat semmit. Méreg fiola. 6x8. Olyan szar. Fél savas köpet, apám. Minden apám a torkomban, mennyiről az ilyen színeket köpök felfele. Amikor élő célpont dobják a közelharci és távolsági védelmét 20%-kal csökkenti, hullarakásra figyeld. Kicsi a rakás. Dobva megsemmisíti azt a hullarakás. Jönnek a procedúrázás. Na, neszem neked a kurva istenet, baszna meg. Te büdös geci! Apám több mint ott velem, a kurva számszerűjászból, ezt nem hiszem el. Faszom anyádba rakjam bele! Visszamentéssel!
Szarúgy, hogy van. Angyal van, ó, bassza meg már. Félvédelmezem magamat. 35. Te büdös kurva anyád. Hol van a izi? Békedol neked, hogy szívnál gáz, te bocsok. E. Ja, szép volt, szállva tényként. Aurok kéne megkúrni ezt a büdös gecit. Cső, apám, 42, nagyon sok ebben a rottmágusban levéptek minket, apám. Állj! 47, felmegyek. Ki jön most? Angyal, bögyörő, figyeszt! Puff, 11 lement, figyeszt! Puff, szép volt. Figyelj, béked van. Béke kinek, geci? Neked. Félsz úrkrát, kocsim? Puff, lement 6. Cső, apám. Puff, lement 4. Puff, lement 15. Jó lesz. Az jó volt egyébként. 18, hogy ebből. Puff, lement 2. 18. Béked van neked. Figyelsz, kocsim. Szóval ez egyébként? Kurva jelben össze fasz. Fasz mosos isten bassza meg. Látod, nem tudtam hátra menni apám a láncsás apám a kő miatt, már ezt leütötték. Bassza meg az Isten ezt a gecet, azért mert ezt a faszságot, ne üssél, bassz meg. Tizen nem ment apám ebből. Puh, 3. Ó, a kurva Istenbe már, az angyal bassz meg. A csicska anyja is olyan szar, hogy az nem igaz apám, miért csinálják a BMW-ra faszom. Há? Ez meg a fos a köbben faszom az egész. Puh, 34. Békedal. 6 meg 20. 12. Júj, geci. Nem volt fizikus. 50 nem ment. Szép volt. Fulka piszka. Yes. Stop. Stop. 42. Gyenge volt a lövésöpán. Te mocsok faszom, geci. Békedal neked. Rá kell köszíved. 15. 10, lement apám egy a miénkből, bassza meg a kurva anyát, a csicska faszom banda. Lement 2, úrval kérdbe. Figyeld, feltámasztás. 1, 95 életpont. Ez nem sok, bazd meg. Jó, nem szakadtál bele. Ó, ez a fasz pont elém át, nézd meg. Visszamegyem már, köszönöm. Figyeld, békedal. Pont másra kell fel békedal csinálni, mint én most már. Abban több van. 3. Jó volt. Ám, meg rá, meg kinyírok. 6 meg 8. 16. Véged a neked. Lement valamennyi. Ne így, te fasz! Kurva Istenbe bazd, mert minek ment ez a fasz rá? Nem tudok menni meg a bazd meg. 2 lement. 6 lement. 13. 1. Tűs. Szóval az egyébként? Ez fasz, apám, miért ez a büdös gecel, amikor rá van te a béked a kurva anyádat? De szar az egész faszom! Német 48 számszert, meg 3 izé le, ha meghalt geci, nem igaz? Azért fel se támad senki, kapja be a faszomat az Isten geci. Nem mindig is tud az egész, tényleg. Csóvó veszteség van, nincs semmi bazd meg. Nincs egy kurva pénzünk, fél vakító füstüvegcsét vettem fel. A 4 levő lóere. Ezt nem tudom, útiként volt a dumá egyébként. Egy pitypangos létre érsz, és bevillannak a régi gyerek emlékképeid. Mint kiskorodban ugyanúgy rohansz át a mezőre. Rugdosva a növényeket, szökeves a növényekkel, bár már történetet barát vagy. Nevetve, hogy szelte szállnak. Ahogy az utolsót is megrugtad, a füvet fűvel együtt egy négylevő rúhere is a váladon landol. Minden csapattársad plusz a szerencsét kap. Hát van esetleg még ennek, jó van még, akkor túlzar. Megy farakás. Képzettség. Figyeld. Mind a ketten. Könyvtárban kapunk valamilyen mágiához kapcsolódó képzettséget. Figyelj, haladó bűbál Lizandernek. A haladó bűbál lehetőséget ad a hősnek, hogy a túlerőben lévő csapatáival az ellenséges lények 20%-át saját oldalára állítsa. A hősnek fejebb 120 tapasztalati ponttal rendelkező lényeket tud befolyásolni, plusz fejlettségének függvényében szintenként 10%-ot. E képzettségének hála megadás esetén a normál ár 80%-át kell kifizetned. Haladó bűbál neki is. Ennyi van. Ez a miénk. Jó, és erre nem voltunk még. Fia Orrinnal. Állj meg! Itt jön a panimi utánpótlás. Fia angyal bőrben.
Faszomat, de apám hova putára, geci. Csicskó, bazd meg. Ja, nem férünk be, mi geci? Mi a tököm, mi a jelzt ide? Ennyi volt. Vissza kell mennünk. Elmondom, mi újság. Figyelj, csomó pénzünk van, túl szar. Ezt kap ki, geci. Ezt mentsük ma azért, mert ami, ahogy van, akkor is levertük, az kész. Ja, el van ment, akkor jó. De elmondom, öcsém, mi van. Ebben a rohadt várban annyi, nem tud kivenni apám ezt a sok szart innen, nézzétek meg. Hét bajnok. Ja, nem volt fazé, most már vágom, hogy miért tudtuk kivenni. Jó, 3, fél, 1, 2, fél, 8, fél, szedtük, figyeld. Fél, 100 szor, és már csatlózó szar egyébként, már nem kijött mindenki, túl szar. Esélyként küldjük már apám ide a Redva városába, figyeld, kertes, kertvárosos övezet. Felállítás. Napfényoltár, figyelj, ez, ez nem kell. Ja, figyelj, gyenge, 100 szor, ebből nem tudsz kell nekünk ez. Ezt hagyjuk már még itt, mondja, nem bők azért még szarul. Fél, 3 fél izé bajnokból, 1 szeletesből, 2 szurkából és 8 apám ebből. Túl szar. Nézzük már, mi újság van, fél áttekintés, fél 3-4 nap. Nagyon jó. Hoppá, geci, van gond? Fél nyomtam. Oké. Elmondom, mi újság van. Rendben van, tovább menjünk. Van még csomó pénzünk, gyá, szar. Nem is tudtam, van még pénzünk, apám. Figyelj, ez a még innentől kezdve, köszönjük szépen. Vizi valam a miénk lett. Rendmágia, hol lenne már fél egyből, tudod, valami értelmes ízé, fél lassítás. Milyen túlszal már, óriás most a lassítás, annak a köcsök ízének. Köcsök faszfejő, hárpiának, azt nem tud repülni, apám, csak 3 lépésbe. Más, apám, normális hasznú, nem ilyen szar, védelmező, meg áldás igénye, meg faszom tudja mi. Állj meg! Jól menjünk. Figyelj, itt apám, lesz valami, figyelj, nem feltűnő. Jöjjön, jöjj, fél, erre fel a kis csajja, figyeld. Átvisszük a híró. Figyeld! Ez kastély lesz, szívás. Kő, bazd meg! Figyeld, hát ott lehet látni eredet. Nem feltűnő módon geci, ha valami fel volt a kúrogatva faszom, azt értek meg apám, hogy fejfejlődött, hogy egy csoport van ebből a csatlósból, és számos van a lándzsásból, banda van a csatlósból. 16. szintű hadvezér. Na, cumi. Csoport van, néhány banda. Ezek fent lesznek apám a ízni toronyban, és a csoport van, az nagyon veszélyes, geci. Hogy kúrjam meg apám őket? Figyeld, hogy még apám ezt nem sokára. Lizaden úr, apám tovább figyel, megy. Figyelj, gyakorló téren pluszom támadás kapott Lizaden úr és Adeline. TP-növelés, 3 varázslatot kapott valaki. Figyelj, TP-növelés, számos csoport ebből. Csú, apám, erre kell mennünk. Lesz egy fél valami finomságok mindent. Orinnal, figyeld, jövünk errefele. Csomó pénzem van. Figyelj, szába azért, van azért fél fa is túlszalul. Figyelj ezt. 4-4. Kijött mind. Tehát hagyjuk bent. Ezt, figyelj, el fogom küldeni apám ide. Napfényt elküldöm kertesbe. Felállítás, napfény, figyelj ezt. 4 millió napán merre hozzánk, túlsza lesz. Egy vár ki van foszva. Itt ilyen túlsza, mert a vár nem két már itt hülyes és regeket apám itt izé, igen, Heroes 3-ban volt a szokás, hogy itt meg a 4, meg az 1-be, 2-be, hogy küldtünk ki mindig napám a várba, azt cső. Hülyeség ki küldön, igeci. Karavánszadály megy magától, nem kell foglalkozni ez a szarral, foglalkozunk a fontosabb dolgokkal. Hát, geci, azért ez nem semmi, ami itt van. Erről beszélek, faszom. Nincs, aki kúrogatva, geci, felfejlődik ezerre. Na figyelj ezt, tekerek. Narancs, türkiz, mi a tököm van már? Narancs is van. Ja, van még narancs, faszom, mindig. Figyeld ez, geci. Csomó gyémántomban. 18, úgy mondok. Figyeld angyalt. Egy angyal van csak, sok. Hát mi a geci van? Ritka szép gyerek. Figyelj, 13 izé van, ilyen szeretes. Akkor figyelj, van még 40 lándzsás, figyeld, 14 csak kiből le. És itt még várok. Ezt kap ki, geci. Ez a miénk, köszönjük. Hátulajké mehetni, figyelj. Pandoszenenci az? Ja nem, az egy második szintű életoltár. Ezt tényleg oltár, ezt ne is nézzük meg. Figyeld. Tucat, 6, 3. Na ezt szétkúrom, figyeld. Egybe jön, számszeriász jött. Nagy pótlás. Na geci, ezt kap ki apám. Na azt meg soha geci, nem még ő, 6. szintű ős. Szóval van meg, akkor figyeld. Ennyi volt apám, gyenge voltál? Hát a szép volt. TP, figyeld. 11 számszeriász és egy pár hős. Szó szerint egy pár. Figyeld, Sorsha és Mierna ülnek egyébként bent. Figyeld. Gyá, geci. Elementál gyűrű, minden elementál megidéző, nem túl van. Varázslat, kétszer annyi lényt hoz léte, szar. Figyeld, ez a szörnyű maszk.
tudod, az izé, vasár, arcos, szörnyű maszk. Azt a hős támadás során a félelem hullámokban terjed, ami megakadályozza az ellenség visszavonulását. A támadás után az ellenség, akit megcsapott, a félelem elszalad előled. Diggeci. Szar. Tegyük más ránk, bazd magunkra, faszom. Szarul néz ki, csak meg. Ez elme pajzs, ez 6 meg 8, ez kell nekünk. Ja, várj csak, ez hol való? Ja, igen, ez nem érdekel. Ez jobb az erőgyűrű azért, ezt tudjuk. Ez kell nekem, fiez. Nem tudom egyébként ezt. Nem fogom megütni. Szar, szar egyébként, ez egy túlsz, hogy ettől fogunk szerencsénk lenni. Ki van folyva a HP-nk? Pontosabban a varázspontjaink. Gyengék. Fiez, elég kék. Hát, geci, erre rá mennénk? Hú, apám, ez elég rizikus. Hát, figyelj, nem szívás, apám. Jú, geci. Jú, apám. Figyeld meg ezt. 182 számszerű gyász. Ajaj. Figyeld, dalt. 15. szintű. Figyeld, nem tud lőni, hogy kiáldod a fel. Értemes volt, csávú. Figyeld, ő is tud lőni, hogy kiáldod a fel. Tudod, könnyű préda. Ez kap ki, ez itt gond. Meg ami probléma, az még ez, apám, mint ez ki van. Szerintem nem állt fel. Tudod, nem állt fel. Hát, bazd meg. Elmondom, mi újság van, apám, ez itt szívás. Figyeld! Neki futok! Ajaj, figyelj ezt a csém! 15. szintű. 15. figyelj ezt, apám! 50 lement. Elmondom, mi a terv. Egy terv van, apám, elmozdítás. Jaj, nem már, geci, nincs apám elmozdítás. Ó, geci, ezt megszoptuk. Ezt most szívtuk meg, apám. Ha nincs geci elmozdítás, akkor vége van a dalnak, apám, mert azt le kell lökni a csajot, apám, mert 182 kinyír mindenkit, apám. Az a kurva szám, és tele nyíl a lő, bazd meg. Az a geci. Démon tűzfiola semmit nem ér. Vértanúság, szent kiáltás, regeneráció, ezt nem hiszem el, apám, pedig erre számítottam, hogy ilyen lesz. Nincs valami pergamenünk, apám, hogy betenni a kezünkbe az elmozdítás. Ki tudta akkor ezt? Igen, mert ez rendmágia, igaz? Ó, bassza meg. Jókev, háosz, káoszhárító, rendhárító, halálhárító, békedal. Na, se rossz egyébként, ha nincs más. Ó, bassza meg. Előre, fiaim! Nincs időnk leszlegetése. Időnk nincs, Eci. Az idő ellenünk dolgozik. 52 számszerű jász. Egy ketted. Ennek. 12. Jaj, hogy fél szar volt? Egy kéne, öt csávú. Jézusom, apám. Tudom, mi ez. Mennyei vértezet. Elmondom, mi van, geci. Fél harcú. Jaj, öt csávú, szar volt? Figyelj már. 182 számszerű jász, nem az angyallal? Eső nincs, apám, ezzel se, geci. Ezt hagyjuk inkább ki. Figyeld, 6 vs 182 számszerű jász. 28. Hű, apám, nem sok ment le, geci. Ez milyen gyenge. Figyelj, geci, ez szar lesz. 47 szurkapiszka, VS egy mennyegült hős. Egy lement, fél, 52. 23 lement, apám. Van gond, apám. 6. Fied. Még ez a megint. Jújjújjújjújj, van gond. Ez problémás. Ez gond, be kell mennünk, apám, a várba, faszom. Ja, fél szar, köszönöm. Köszönjük, figyeld. Ez tudom, mi ez. Ez áldás. Kurva anyád, csinálj nekünk bazd, imádság. Bazd meg, mi folyik így, geci, nézd meg ezt. 78. Neked van még egy dal. 8. Elmondod kinek? Békén a neked, apám. Hát, apám, ezt nem hiszem, nem tudok bele venni, apám, ezt. Túl erősen nézek. 60. 19. Á, kurva istenbe, bazd, ezt nem hiszem, elfaszom. Gyengék vagyunk, mint a szar. Ez a lényeg, bazd, vissza kell mennünk a lementése, geci. Ki kell szednünk mindent, a össze kell vonnunk mindent, apám, mert nem bírunk lemenni, kész. Ez a sereg, apám, már végvett mindenkit, már meggyengült, meg el kell fogadnunk. Nem, hozzá, ezt is el kell fogadnunk. Ez LTP. Tényleg ezt védelmezni, ezt már ismerjük. Ó, itt egy fél game tisztás, apám, egy másik vár. Jó, ennyi van, mentsük apám itt le. Anyám hazajött. Hát, apám, ez nem bosszant, mert helyek idő után. További Korinnal. Ugyan, mert ennyi út a lépéspont. Jó,
Jújjok, ezt majd inkább máshol merem meg. Cső! 500 TP. Ezt majd fogom. Na mi újság van?